Üdv mindenkinek, skacok, hali-hali. Most csaptunk bele 3,5 órát ebbe a Yet Another Zombie Survivor nevezetű csodába, ami fantasztikus. De teljesen más, hogy fantasztikus, mint a Halls of Torment. Nagyon izgat, hogy unlockoljuk az új karaktert. Itt most, így harmadik alkalommal, hogy nekilátunk a játéknak. Már is mutatom nektek azt, hogy hány óra van a gameben. Azt mondja, hogy jelenleg 8 óránk van a játékban, és az achievementek fele már megvolt. Az achievementek fele már megvan, majdnem fele. És majdnem megvan az összes karakter. Úgyhogy én most szépen kiválasztom a Shield Maiden-t, aki egyébként egy brutálisan erős karakter. Sikerült megölni vele a második Lordot. A második pálya Lordját is. Mert hát annyira durva túlélő. Elvileg itt van a Sorceress, így van. Az a feladatunk, hogy 10.000 enemit kell megölni a Forgotten Viaduct nevezetű pályán. Úgyhogy ezt vele fogjuk megcsinálni, a Shield Maiden-nel, mert hát ő egy beteg állat. Úgyhogy már is írom ki nektek az előrejelzést. Ezzel a karakterrel megyünk a harmadik pályára. A kérdés pedig az, sikerül-e 15 percig túlélni? A kukac múltkor megszivatott minket, de talán ezzel a karakterrel már nem lesznek akkora problémák. Hajrá! Azt mondja, hogy 15.000 goldunk van. Nézzük, hogy ő mit árul nekünk. Burning attack, amúgy az is nagyon jó. Ezt a Sparkinget, ezt megveszem. Mert amúgy az az Exterminátornak jó lesz. Itt meg most bebagolt a kontrolleres irányítás, nem tudok kiválasztani semmit. Jó. Missing health fontos. Base crit-es. Jó. Movement speed-et kapunk, aha. Splash damage az nagyon jó volt. HP kapacitás. HP kapacitás, defense. Movement speed. Ja, ez így jó. Az Exterminátor. Basszus, az Exterminátorra már milyen jó build-ünk lehetne. Azt mondja, hogy block strength per rank. Igen, ezt ki tudjuk venni, pont a Shield Maiden miatt. Health capacity. Azt is kérünk. Hey Dan, köszi szépen a 20 hónapot. Peregjenek a szvegek, srácok. Attack range. Attack speed. Jó. Kértünk egy kis attack speedet. Köszi szépen a 20 hónapot. Köszi szépen a szvegpergetés, srácok. Na, 20 ember vett részt, és hát 3 mondta azt, hogy nem sikerül. Valószínűleg nem sikerül. Ez egy új game. Hát viszonylag újnak számít. Május végén jelent meg, vagy június közepén? Ja, nem, június közepén a Battle Beat, ez meg május végén. Azt mondja, hogy kérünk damage-et. Hát nagyon jó. Nagyon jó. Azt mondja, attack speed. De egyelőre nagyon jó. El kéne menni DL-nek. Base defense-t kérünk. Lemegyünk a tekercsért. Kicsit olyan érzésre, mint a Vampire Survivors. De a legtöbb játék, ami ilyen indie, és amivel mostanában szeretek játszani, arra ez majdnem, hogy mindig az.
Mármint, hogy mindre igaz, hogy ez olyan, mint a Vampire Survivors. Crit damage bónusz. Szemét íjászok! Jézus atya úristen. A crit chance kéne nagyon, mert óriásikat kriterünk, hogyha elkezdünk kritálni. Attack speed, block strength. Jöhet. Ilyet az area és a cone size. Én nem értem egyszerűen, hogy ez a Shield Maiden hogy a fenébe lehet ilyen OP. Többihez képest. Azt mondja, hogy crit damage, damage. Még az attack speed. Na! Jó. Kérünk Phantom Noodle-t. Jó. Kérünk Crit Hit Chance-t. Mi hamarabb fel kell menni a másik tekercsért. Movement speed regen. Ahogy jöhet. Kell a movement speed. Igen, bosszokra még... Igen, nem éppen a legdurvább a sebzésünk. Ha rákritelünk, akkor erre is ezeret kritelünk. Sajnos ez... Ezt tudom, hogy ő ilyen, úgyhogy nem is foglalkozok vele most így elsőnek. Növeljük a crit hit chance-t. Na, egy virág. Azt nézzétek, találtunk egy virágot. Várjál, ez nem olyan különleges virág. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű virág, ez egy valami különleges virág. Megjelentek ilyen zöld ellenségek. Lehet, hogy ez a pályának valami különlegessége. Mint az előzőn, majd az elsőn a vér.
Hát erősítsünk a Nudlin. Attack speed, damage, crit chance. Attack speed jobban kell. Ajaj, megszurkáltak. A szomorú egyébként, hogy 6 perc alatt nem sikerült megölni az első bosst. Akik a 15 perces túlélésre tippeltek, azok lehet, hogy megszívták. Megjelent közben az újabb boss. Kérünk HP regent. Na, Ödisen eladtak, az így nagyon kell. Azt hittem, hogy eltalálnak itt a szúrások. Damage. Ó, 1500! Azt mondja, hogy base health és regen. Cone size, arra is cone size. Miért a ring blade? Azért szépet rávertünk. Itt van még egy zöldség. Jött még a base defense. Jött még egy újabb boss. Azt mondja, hogy HP regen. Attack speed, block strength, 10% damage és 50% crit hit damage.
Na srácok, lassan... Lassan a tizedik percbe fogunk lépni. Ja, adj egy kis damage-et. És akkor elkérjük a Dragon's Breath-et, mert az legalább jól knockback-kel. Na, 10% damage. Nagyon kell ez a attack speed. Na, hozott egy itemet. Egy a Battle Vines. És akkor még mindig kell ez a attack speed. Most már meg tudna egyébként halni, ha jól tudnék helyezkedni. Megöltünk összesen 50 elitát most már. Azt mondja, hogy movement speed regen. Jöhet. Regen az kell. Nagyszerű. Végre. Na alakulunk srácok. Azt mondja, boss vagy elit ölés után 30 szekre 1%-os HP regen. Ring of Fire, azt is ki kéne menteni. A Ring of Fire-t az Exterminátornak, azt ki kéne menteni. Kugel Blitz! Electricity! Mi ez a Google Blitz? Azt sem tudom, hogy ezt mivel állokkoltunk. Ó, te jó ég! Még esélye a multi attackra, hát ezt nem is láttam még eddig. Jaj, nem megjöttek a síró angyalok. Hát tudom, mi volt itt a szívás. A síró angyalok. Kestélyát kérünk. Mindig azok a frányat síró angyalok. Az a gond, hogy nekik sok ütés kell. Globál range-et növelünk. Távolabbra érjen el az ütés.
Jó, jött a HP regen. Ez ilyen tankos karakter egyébként. Hát gondolom a Shield Maiden miatt erre már rájöttetek, úgyhogy ez itt az, hogy nem volt kérdés. Azt mondja, hogy 10% damage akkor. Nem jön az attack speed sajnos. Ezt a Cougar Blitzet mi állokolhatta vajon? Melyik karakternél állokolódhatok? Hát... Nudli és hebzés? Nudli attack speed. Ki kéne menteni a exterminátornak a gyűrűt. Jaj, basszus, nem is figyeltem, hogy jött boss. Firing frequency. Base crit damage. HP regen. Egy kis túlélés kell nekünk. Meg kéne még amúgy HP. Hiszen ez egy defense, block strength. Hogy melee damage. Jó, ilyet a 30%. Nagyon fájnak a sebzések. Legalább a 15 perc már megvan, srácok. Ez egy 800-as sebzés van, hogyha kriterünk. Visszáz egy defense, aha. Na végre megnyikkant ott a Seal of Rebirth is. Na, még egy kis bor is van itt. Az a gond, lassan jön a Hydra. És meg kéne nyomni egy item kimentést. Additional Fire Wall, vagy mi, azt jöhet.
tudom, mennyit kell lefele menni. Oké, itt van. Na és akkor ki akarjuk menteni az Exterminátornak a Ring of Fire-t. Na, már megijednek a síró angyalok. Jöhet a Base Health növelés. Na, még 5% itt. Azt hiszem felvettünk egy mágnest. Blokk STR. Csak a hídrát tudjuk megregulázni. Többi nem számít. Nudlinak egy kis damage. Hasonló, mint a tower defense-es játék? Igen, csak én vagyok a tower, és a cél is én vagyok. Hozzám kell eljutniuk. Nem amúgy, ez egy reverse bullet hell játék. Vagy area survival. Jaj, basszus, az Astronomer orbot fejlesztettem. Ja, itt egy izé elit most látom. Jó van, azért alakul a single targetre a sebzésünk. Phantom Rift. Wow, ez ilyen Phantom Nudli módosító. Ezt még nem is láttam eddig. Dragon's Breath, Attack Speed módosítás. Fenét kéne még változtatni. Jó, adj egy kis movement speedet, legalább a golyók gyorsabbak lesznek. Amúgy 20 percre indul a játék? Mióta élünk? Nem tudom. 20 perces egy menet? Hogy valószínűleg 20 perces egy menet? Vagy 30? Most már azt se tudom. Összezavarodtam itt a másik játék miatt. Mert akkor lehet, hogy nincs meg a 15 perc. Bár amúgy logikus lenne, hogy meglegyen. Itt ugye visszafele számol. Még 10 perc van hátra, ennyit tudok mondani nektek. Le kell jönnöm ide a sok XP-ért, mert el akarnak menni. Szólni kell nekik, hogy légy, ne menjetek már el, hát izé. Fejlődni szeretnék. Ó, igen, még egy kis attack screen.
mint hogyha 30-at csaptak volna rám. Még egy kis base house. Cuk-cuk, így megcsapkodtam. A hidrának maxos HP-val kéne neki menni, úgyhogy nem jó, hogy csinálom. A Vampire Survivors-be is hamarosan látunk olyan enemiket, akik nem közvetlenül így ízéljenek, hanem így körbe-körbe jönnek. Mit gondoltak? Nem jó! Perc van hátra. Na, megjött a hidra. Szépen visszük a hidrának a HP-t, csak a síró angyalok azok megszeretgetnek minket hátulra. Úgyhogy ezzel én nem tudom, mi a fenét kéne csinálni. Mert hogy ide nem ez a biat kell ennyire egyszerű. A kérdés a válasz. Jó, kérünk egy kis range-et. Csak eddig kellett volna, de még mindig vannak síró angyalok. Francba. Azt akartam, hogy lehet csak addig kellett volna kibírni, hogy eltűnjenek a síró angyalok, de hát még mindig vannak. Van egyébként hátra. Stream of Fire. Wow. Wow. Valami fej is megjelent amúgy mellettem.
Tölteni kell egy kis HP-t, aztán lehet rámenni. Miért a radiáns? Radiáns. Blokkást jár? Ja, az is tessék. 4 perc van hátra. Ez most itt nagyon sok volt. Nincs. Én nem tudom, hogy egyáltalán már hogy él a karakter. Még egy kis movement speed. Ja, hogy már 70-esek vagyunk közben. 333 perc. Meghalt a hídra. Demon X Bond. Minden ötödik másodpercben impet szummolunk magunk mellé. Wow. Őket meg nem lehet ugye megalni. És még 2 perc van hátra, srácok. Még 2 perc. Hát igen, ebben több a tartalom, mint az elsőben. Mint az előző gémben. De kinek mi jön be? Hát valakinek nem jön be ez a pixeles dolog. Nekem mindkettő amúgy adtam. Szia! Ez ugye 154 HP. Na, már csak 2 perc van hátra. Gyorsan még kéne amúgy HP-t regenálni a Lordra, hogyha itt van Lord, egyáltalán. Jújj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 
Ja, hogy mindenhonnan szűkül. Hát ez... ez szívási. Ja, tényleg, hát a 10 000 az nem lesz meg. Shit, pedig a sorcira akartunk menni. Igazad van, most lép, az így több mint valószínűleg felejtős. Valami HP kéne, de nincsen. 10% defense, az nem tudom mit fog megvédeni. Itt valami... ó, tényleg, hát van még revive-unk is. Várjál, hát ezt fel tudjuk rakni, és akkor azt mondjuk, hogy critical damage helyett summoners gyű, vagy mi az? Seal of Rebirth. És akkor még egyszer fel tudunk támadni. Na. Kis HP-regem.
Jó. 40 HP. Lehet, hogyha elég türelmes vagyok, akkor meg lesz ez is. Jól beszorított. Maxi koncentráció van, srácok. Kidencven a szúrás. XP-t akarok gyűjteni. Hát jó. Tudunk volna egyet rollalni egyébként. Talán van még kaja valahol. De hát ez úgy néz ki, hogy ennyi. Ezt itt nagyon elszúrtam. Tudjátok, mit kéne kicserélni? Ezt. Ennél valószínűleg jobbak ezek. Ja. Hogy ilyen nagyobb a kritünk. 40%-kal.
pontosan fél HP. Szeretek ilyen hosszan koncentrálni. Azt kéne még ide, hogy fész kettő is legyen. Az utolsó boss ezen a pályán. És jelenleg ez az utolsó pálya. Most már nagyon, nagyon sok minden történik egyszerre. Kezek jöttek, jöttek a szellemek. Szurkálás. A negyedét már elhagytuk a HP-jának, szerencsére. Ah.
talán most már csak 10%-a van meg a HP-jának. Még egyszer meg tudunk halni, ha még egy revive-unk. Na most már 5% alatt van a HP-ja. Lord of Despair. Hú, srácok. Adri. Azt mondja Ben, hogy szép az írásod, és hogy üdvözölnek. Hát, nem tudom. Illetve kitaláltunk itt a nézőkkel egy survival játékot. Figyelj! Anakin vezetésével, és még lehet, hogy lenne még egy-két Jedi, Sith-té válnak, és akik jönnek rájuk, azok a gyerekek, meg a nők. Wow. És már megvan is a neve, meg is van a neve. Szitmulátor, vagy valami ilyesmi. Lol. Játszanék vele, mert ő vagyok. Nem gondoltad volna, hogy lemegy? Hát én sem mosték. Hú, bakker. Amúgy 30 perc volt, tehát a 4 óra az akkor meg volt, amikor mondtam. Gigi, aki az igen a tippelt. Na, hát a 10 000 enemy az nem jött össze. Köszi srácok, köszi szépen. Na, hol is van amúgy? Azt mondja, hogy a hidrát öltük meg, ezzel állokoltunk valami starting ability-t, illetve megöltük a Lord of Despair, tehát ezért meg járt 3000 gold. A 10 000 enemyhez meg 600 hiányzott. Ja. Hát legközelebb exterminátorral fogunk menni, srácok. Legközelebb le-extermináljuk itt az enemiket. És akkor a 10 000 az meg lesz. Hát ez a Shield Maiden. Na, úgy néz ki, hogy a Cougar Blitz az tőle van. Aha, igen. A Cougar Blitz az tőle van. 750 000 sebzés kellett volna csinálni a Cougar Blitzen. És hogyha 1 500 000-at csinálunk, akkor a High Voltage nevezető upgrade unlockolódik. Ja, és itt van az, hogy 28 percig éljünk túl, úgyhogy nem kérünk defense-t. Ez tök jó volt. Ez jó volt. Hát srácok, igazából elég szép teljesítmény volt a mostani. Ennyi fért bele a mai House of Tormentbe. Viszont ez a rész, ez most olyan, hogy megöltük a harmadik pálya utolsó bosszát, és ennek nagyon örülök. Hát a sorcit nem állokkoltuk, de majd legközelebb állokkoljuk. Remélem, hogy elvesztétek, srácok. Jó volt csapatni egy picit. Meg hát tudom, hogy vágytatok rá, hogy újra ez legyen, és hétvégére itt egy kis adag.